Gyöngyösi Márton, a Jobbik LP képviselője, az Európai Bizottság orosz olajra és gázra kiterjedő embargójának tervét méltatta Facebook oldalán, mert szerinte a javasolt szankciók jók és hatékonyak. Abba talán felesleges is belemenni, hogy a szankciók se nem jók, se nem hatékonyak, ráadásul felérnek egy Magyarországra ledobott gazdasági atombombával, de Marci nem volt mindig ilyen kis európér. Olyannyira nem, hogy nem is olyan régen még egy követ fújt Putyinnal. Bizony, 2014 ben választási megfigyelőként vett részt az Európai Unió által el nem ismert Donyecki és Luhanszki népköztársaságokban tartott választásokon, amiért aztán a jobbikos politikust jól ki is tiltották Ukrajnából, de ő volt az is, aki még kevésbé európér időszakában az Európai Unióból történő kilépésre szólított fel. Itt az utolsó esély, hogy az ország elhagyja a nemzeti szuverenitás felszámolását, immáron nyíltan vállaló uniót mondta. Köszönjük, Márton, igazán hiteles politikus vagy.